Április 6-óta ingyenes a parkolás az egész országban, az intézkedés célja az volt, hogy csökkentsék a tömegközlekedés leterheltségét, ezáltal az emberi érintkezések számát is, hogy a koronavírus lassabban terjedjen. A járvány viszont azóta lecsengett, a parkolás július 1 tartó ingyenességét mégsem oldották fel. Emiatt Szexádon a városközpontban hétköznapokon munkaidőben alig lehet üres helyet találni. Sokan ugyanis, akik korábban busszal jártak, most inkább autóba ülnek, és vidékről is többen járnak be kocsival Szexádra. Én inkább fizetnék, mit tudom, én 100-200 forintot csak lehessen parkolni. Most három kör tettem le, de hát itt tudtam most megállni. Bár az ingyenes parkolás, főleg az állandóan zsúfolt belvárosi parkolók miatt most arra a legtöbb autósnak egyre terhesebb. A futárok például kifejezetten örülnek az intézkedés fenntartásának. Igazából sokkal több autó van most itt, így emiatt, mert nincs, mert ugye uh, ingyenes a parkolás, de így nekünk is jobb, mert nem, nem kell fizetni, miközben dolgozunk a parkolásért, úgyhogy, úgyhogy így azért nekünk könnyebb. Szexárdon még az országos rendelet előtt néhány nappal döntött a város polgármestere a parkoló díjak ideiglenes elengedéséről. Ács Rezső viszont azt mondja, mostára sok szexárdi panaszkodott arra az elmúlt hetekben, hogy nehezen tudnak megállni a városban. Ez pedig a polgármester szerint azt mutatja, hogy az ingyenes parkolás hosszú távon nem működő modell egy forgalmas városban. Aki nem szokott autóba ülni, még az is beül. Majd az világosan látszik, hogy az ingyenes parkolás az nem egy működőképes modell lehet, hosszú távon legalábbis, hiszen a parkolásnak a pénzbeszedése mellett egy komoly forgalom szabályozó szerepe is van. A települési önkormányzatoknak egyébként nincs lehetőségük arra, hogy a kormányrendelettel szembe menve július 1 előtt megszüntessék az ingyenes parkolást.